Sziasztok! Itt vagyok Ferihegyen, hogy egy kicsit pörgős müncheni átszállás után végül megérkezzek Anconába, Olaszország. Az ankonai repülőtérről aztán átjöttünk a szomszédos városkába, Szenigáliába, ugyanis itt rendezik minden évben a Phosphorus Science Festivalt, és én erre jöttem vendégként. Ma meg holnap előadásokat fogok tartani csanádos látogatóknak a nagyszínpadon, illetve délelőtt középiskolások jönnek majd, akikkel mindenféle foglalkozásokat csinálunk majd, ami kicsit talán rávezeti őket, hogy is működik a tudományos gondolkodás. Na, ezt a fesztivált szeretném nektek megmutatni, illetve azt, hogy ilyenkor hogyan is telik egy napom, de mielőtt ennek nekiállok, kaptam egy ajándékdobozt, eddig még nem nyitottam ki, úgyhogy kezdjük egy unboxinggal. Tavaly csoki volt benne, meg szappan, a csokinak örültem, a szappannak nem annyira, nem azért, mert nem szoktam zuhanyozni, hanem azért, mert inkább túlsüldőt használok, de azért az is elfogyott. Úgyhogy most kiderül, hogy az idén mi van benne. Zokni. Jaj, hogy ez foszforúz zokni, ez nagyon jó. Ez nagyon vicces. Kaptam egy pár foszforú márkázott zoknit, de most induljunk, mert mindjárt kezdődik az első órám, és kicsit messzire kell menni. Na hát ide mindenképpen fel kell jönni. Ez itt a fesztivál sajtóközpontja, per pillanat még nincs itt senki, viszont a kilátás az nagyon jó. Ez itt a város történelmi főtere, a fesztiválnak a nagy része ezen a helyszínen fog történni. Mögöttem látható a nagy színpad, ami talán nem tűnik olyan nagyon nagynak, de ezen a téren nagyon-nagyon sok ember elfér, és tavaly például rengetegen voltak, megtöltötték ezt az egész teret. Itt lesznek különböző előadások, én is itt fogok majd előadni ma délután, illetve holnap délután és este. Egyelőre még nem kezdődött el a fesztivál, nem kezdődtek el a programok, a gyerekek már éppen arra várnak, hogy részt vegyenek valamelyik foglalkozáson. Ezek a foglalkozások pedig itt ezeknek a sátraknak valamelyikében lesz, vagy pedig a környező történelmi épületekben. Különböző múzeumtereket alakítottak most át azért, hogy ilyen rendhagyó órákat lehessen tartani, rendhagyó osztálytermeket hoztak létre. Rövidesen kezdődik az én foglalkozásom is, úgyhogy megyek és összekészülök. Na hát rövidesen itt ebben a térben leszek összezárva 30-35 diákkal óránként. Úgyhogy velük fogunk majd mindenfélét alkotni. Ciao. Ciao. Na hát ideje összekészülni, mindjárt itt vannak a fiúk és a lányok, úgyhogy valamit ki kellene találni, hogy egyáltalán mivel fogom kitölteni ezt a 45-50 percet, amíg együtt vagyunk. Igazság szerint nagyon nagy részt improvizálni fogok. Hoztam egy csomó apró kütyüt, különböző bűvésztrükköket, és azokon keresztül fogom megmutatni, vagy rávezetni őket arra, hogy is működik a tudományos gondolkodás, illetve maga a tudományos módszertan. Egyébként, ha azt kérdeznétek, hogy vannak-e kételjeim az előadással kapcsolatban, kicsit igen, ugyanis angolul fogom tartani, valamennyit értek olaszul, de arra valószínűleg nem lesz elég, hogy mondjuk az egész előadást, vagy az egész foglalkozást olaszul tartsam meg. Úgyhogy lehet, hogy nagy kihívás lesz, tekintve, hogy akik tudnak angolul, valójában itt a környéken azok se tudnak angolul. Úgyhogy látjuk, milyen lesz. Úgy hallom, jönnek, mindjárt beír a csoport, most tartanak nekik egy eligazítást, hogy mi történik majd a nap folyamán, de kileshetünk, hogy kik azok. Ők ott. Nyilván nem fogom végigvenni az egész előadást, de már érkeznek is, úgyhogy kezdjük el, és a végén elmondom, milyen volt. Hát lement az első csoport, meg kell mondani, nem volt egyszerű. A srácok alig tudtak angolul, én értelemszerűen alig tudok olaszul, úgyhogy próbáltam minél jobban megértetni magam, ami egy kicsit nehéz egy olyan téma kapcsán, ahol kifejezetten a gondolkodásról, a problémák megvitatásáról lenne szó,
de a végére nagyon-nagyon belerázódtunk, nagyon élvezték szerintem, úgyhogy tök jó volt. Meg persze én is élveztem, és egy csomó mindent tanultam. Van egy sor új kifejezése, amit például biztos, hogy be fogok nyomni majd a következő foglalkozáson. Nem mondom, hogy az összes óra után csinálok nektek egy beszámolót, de ez most egy ilyen friss élmény volt, úgyhogy muszáj volt megosztanom. Most egy picit rendet rakok az asztalon, mert elég nagy káoszt hagytunk magunk után, aztán mindjárt jönnek a következő diákok, aztán meglátjuk, hogy lesz a nap többi része. La passione per la scienza entra e invade la nostra città. Siamo qui. Zajlanak itt az események, most éppen bejöttünk abba a sajtókonténerbe, amit a korábban már mutattam nektek, és mindjárt élő rádió interjút fognak velem csinálni. Amit tekintve, hogy senki nem beszél angolul, nem nagyon tudom, hogy fognak megvalósítani, de majd meglátjuk. Úgy néz ki, hogy Mattia fog nekem fordítani. Hi everyone, ciao. Hi. Grazie, ci siamo. Grazie Danlo, nice to meet you. Bello, bello. Okay, thank you, Laszlo. Thank you. Lemon. Képzeljétek el, hogy jártam. Ebéd után felvettem az órámat, amit egyébként ezer éve nem használtam. Majd észrevettem, hogy úristen, én nagyon-nagyon el vagyok késve, úgyhogy megindultam gyorsan ide a helyszínre. Villámgyorsan összepakoltam mindent az előadásra, hiszen úgy láttam, hogy alig fél órám van hátra. Teljesen összekészültem, már mentem volna fel a színpadra, amikor szóltak, hogy hé, egy órával hamarabb jöttél. Szóval utoljára nyáron használtam ezt az órát, télen, tehát azóta nem állítottam át. Úgyhogy egy órával hamarabb jöttem. Nem, ez valahogy sehogyan sem jön ki. Végül is az is lehet, hogy egyszerűen csak benéztem. Nem baj, mert így legalább körbe tudunk nézni, és meg tudom mutatni, hogy mi minden van itt. Persze van még valami, amit kihagytam a számításból, méghozzá az, hogy Olaszországban vagyunk, tehát minden késő. Jelenleg már rég az én előadásomnak kéne mennie, ehelyett még javában tart az előző. Úgyhogy szerintem egy fél órán belül el is fogjuk kezdeni. Oké, minden készen áll, lehet kezdeni. Na hát most ért véget az előadás. Mondanám, hogy sajnálom, hogy lemaradtatok róla, de annyira nem. Eszméletlen jó volt tekintve, hogy a cuccoknak legalább a háromnegyedét, amit kikészítettem magamnak, nem is használtam. Szuper jó közönség volt, kisgyerekek, nagyobbak voltak, nagyon élveztem. Na és persze, amit a legjobban utálok minden egyes ilyen show után, hogy gyorsan le kell cuccolni a színpadról, úgyhogy most itt van minden cuccom, amit valahogy bele kéne rakni vissza a bőrönbe, és gyűlölök pakolni. It's fine. Ugye? Erről beszéltem. Mindenki elviszi a cuccaimat. Hi! Neki azért megbocsátunk. No, azért csodával határos módon csak sikerült bepakolni, és most irány vissza a szállásra, mert ki akarok próbálni valamit, amit most kaptam kölcsön. Erről lehet, hogy csinálok egy videót is. Ha ez így lesz, akkor az valószínűleg már láttátok a szertáron. Hát mondanám, hogy nem volt fárasztó ez a nap, de az a helyzet, hogy nagyon fárasztó volt. Viszont ez az a jófajta fáradtság, amikor rengeteg mindent csinálsz, rengeteg mindent látsz, sok emberrel találkozol, sok mindent tanulsz, és ez azért egy kicsit leszívja az embert. Holnap pedig kezdődik ez az egész előről. Mondjuk nem panaszkodom, hiszen ezért jöttem, vállaltam,
De most azt hiszem, ki kell pihennem magam, de előtte még felveszem azt a kísérletes videót azzal a bizonyos kütyüvel, meg megvágom a podcastet, ami erre a hétre aktuális. Hát meg ilyenek. De mindezek előtt mutatok nektek még valamit, amit igazság szerint már tavaly kiszúrtam, aztán teljesen megfeledkeztem róla, de most, hogy újra látom, megint eszembe jutott. Ez a dolog pedig itt van mellettem, a járólapom. Szóval a kövön több helyen is meg lehet figyelni ilyen Lichtenberg vonalakat, amik leginkább villámcsapásra emlékeztetnek. Nem igazán tudom, hogy ez mi lehet valójában. Elképzelhetőnek tartom akár még azt is, hogy valóban villámcsapásnak az eredménye, de ha tudja közületek valaki, feltétlenül írja meg. Jaj, hát ez egy elég hosszú nap volt, és persze elég fárasztó is. Igaz, nem tudtam nektek mindent megmutatni, hiszen folyamatosan párhuzamosan zajlanak az események, tehát amikor éppen foglalkozást tartok, akkor tartanak a többiek is foglalkozásokat vagy előadásokat, így értelemszerűen nem tudok oda menni egy kamerával és felvenni őket. De remélem egy kis ízelítőt tudtam nektek adni arról, hogy hogyan is zajlik ez az egész Phosphorus Science Festival itt Szenigáliában. És persze, hiába van ez a rengeteg program, az egész nem jött volna létre és nem zajlana ennyire gördülékenyen, ennyire szívvel és lélekkel, hogyha nem állna mögötte egy olyan csapat, amilyen. Márpedig a Phosphorus Science Festivalt egy olyan csapat pakolja össze, akik tényleg oda teszik magukat, és tényleg hisznek abban, hogy ez az esemény igazán fontos. Mert hogy nekik az, és emiatt mindenki másnak is, aki ellátogat rá. Nagyon örülök, hogy tavaly már megismerhettem őket, és egy jó kapcsolat alakult ki közöttünk, így már a második éve itt dolgozhatok önkéntesként. Úgyhogy remélem jövök jövőre is, de ha nem, akkor is sok sikert kívánok ennek a fesztiválnak, és ha erre jártok éppen ebben az időben, egy év múlva, akkor mindenképpen nézzétek meg. Ha tetszett ez a videó, lájkoljátok, ha pedig várjátok a következőt, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok!